Oké, üdvözlök mindenkit újra itt. Hát, mint láttátok, szenvedünk ezerrel. Jó, mert is megtanultam ki, hogy jó sokat vettem az életéből, nem? Ne, ez hogy? Nem is veszed be életet. Teljesen felesleges volt. Hát életéből nem vettem le semmit, már csak 3 vagy 2 elixírem volt, teljesen felesleges lett volna. És ez is, tehát 10-ből 8-szor ezt a tördobáló szarságát ki tudom kerülni. Aztán van, amikor úgy döntök, hogy jól van, elég legyen kisfiú. Hihetetlenül nehéz. Nem volt jó a dodge. Most megvártam, míg elfogy a staminám, és rám nyomott egy 3-as kombót. Szép volt. Szép volt. Csak azt nem értem, hogy egy ekkora több tonnás dögnek hogy van ekkor ennyi staminája. Ennek egy kis gejvásnak, kis karakteremnek. Meg egy kardcsapástól. Ez a 2 kardütés is a staminámnak van. És jön, megint megeted ezt. Megeteted. Olyan gyönyörű szépen megeted, hogy ilyen volt. Ja. Hát ennyi az elkerülés. Hátra. Hát ez nagy támadás volt, tesszük. Hát oda nem megyek, gyere ide! Jó, beleütél abba a pocsolyába. Most pedig nyomtam a dodge gombot. Ja. Az életéből kurva sokat vettem le. Ezt mondjuk nem tudom, ezt hogy kaptam be. Teljesen mindegy. Tehát megfelelő távolságra voltam tőle, de a játék úgy gondolta, hogy nope. Hát... never mind. Never mind. Ó,
ez megint érdekes volt, tehát ezt is simán kiszoktam dodzsolni, nem is healingeltem, tehát szándékosan ilyenkor már nem healingelek. Hát nincs értelme. Tehát az első fészbe ez a támadása nem szokott gondot okozni. Kivéve mikor úgy gondolja, hogy ő azt szeretné, hogy gondot okozzon. Tehát, hát ez azért... Hát finoman fogalmazva is szar. Ez is, tehát ilyenkor, amikor minden eltalál, akkor van, hát tudtam. Ezt mondom nektek, amikor már mindennel eltalál, semmi elől nem tudsz kidodzsolni, akkor vége. Attól vége. Pam pararam, pam pam. Nem baj. Semmi gond. Jó, de mérges. Nagyon szép. Ez is. Fászom ezt meg! Belefeküdtök a szarba. Gyere már el onnan, barátom! Köszönöm. Pedig most jókor nyomtam. Legalábbis én azt hittem, hogy jókor nyomtam. Hát ezt sehetek. De nézd meg, tehát mikor dodzsolja? Eddig bejött, bazd meg. Nézd meg, most nem. Most valamiért nem tudom kidodzsolni ezt a támadását. Pedig azt hittem, hogy kezdek belejönni. Hát, fölvettünk, nem kezdek belejönni. Na, nézd meg, most is nem kezdettem, jó? Lejött. Nem járnak a rákos kicsája az. Ügyesen rögzsöd bele a üzébe. Nézd meg, és ezt nem, egyszerűen nem tudom. Tehát... Vagy, de ha korábban nyomom, akkor azért ér el. Ha én szerintem időben nyomom, akkor hol elér, hol nem ér, tehát úgy hogy lehet egy boss legyőzni, tehát tiszta szerencsére bízni az egészet. Mert ez az. Most éppen beadja a dodge-ot, vagy nem adja be. Nézd meg! Ja? Gyerekek!
legalább háromszor nyomtam meg a healing gombot, és egyszerűen fogja magát és nem reagál rá. Hát most én mit csináljak ezzel? Egyszer valami szar, akkor szar. Ez már azért bosszant, mert amúgy sem én vagyok a világ legjobb Nioh 2 játékosa, de ez szándékosan van itt csinálva, mert ez minden bossnál így van. Miért sikerült? Meg most. Ja, most nem sikerült, bocsánat. Jó, most nem minden sincs. Fú, bazd meg! Azzal kezdi, a második fész, hogy elkap. Oké. Oké. Azzal kezd a második fészt, hogy elkap. Valaki mondja meg, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Nekem jelen pillanatban nem nagyon van rá gyógyszerem. Vedd meg a pád! Ha ott vagyunk közelébb, akkor addig forog, nézd megint. Addig forog, míg megzavarodok. Addig forog, míg megzavarodok. Papararáram, pam pam. Csááá. Ez legalább örül. Nagyon nem. Érdemes volt ezzel kezdeni. Csak kipróbáltam. Szóval kipróbáltam, semmi gond. És fogalmazunk finoman, nem jött be. Maradunk a hagyományos taktiknál. Csak ennyi? Á, most vele dodzsoltam. Most vele dodzsoltam.
csinálják ezzel a nagyon gyereket. Tudtam, nem volt staminám. Gyere vissza. Nézd meg, hogy készülök rá, azt akkor is eltalálom. Tudtam. Annyira nehézkes a dodge, az valami hihetetlen. Tehát, ha ő el akar találni, akkor eltalál. Tehát, ha ő el akar találni, akkor ő eltalál. Ha megzavarodok is. És én azért nem fogok megzavarodni. Hát a fejleszték, én nem tudom, tehát hogy... Na, mi van? Nem is befogva. Nincs hát. De elég. Nézd, és nézd meg! És nézd meg, hogy nem tudom... Na ez bosszant viszont. Ez bosszant. Ez egy sima, egyszerű, kikerülhető támadás. Tehát ne azért legyen már egy játék nehéz, mert nem úgy működik egy harcrendszerre alapozott játék, hogy a harcrendszer szar benne. Ez a boss azon kívül, hogy van egy tonna élete, de a marhára nem egy nagy vasszizdás. Megint belement ebbe a szarba. Nyugodj meg, mert nincs stamina. Hát... Na, de vagy nem tudom kidodzsolni ezt a szart. Éppen. Hát ez nagy támadás volt. Meg.
ezt a támadást tudtam a lehető legjobban. Ezt a swinges gecit. Nézd meg, hogy akárhogy vigyázok, eltalál. De most nem csinálj ezt a kígyószal, hogy el tudnék menni? Gyönyörűen állunk. Elixir. Gyere már ki abból a szarból, kérlek! Nem is akarom ütni. Túl akarom élni. Na! Gyere! Megint vissza! Ez köcsökség! Na, stamina! Esélytelen. Gondolkoztam rajta, hogy benyomjam, de még mindig nem. Hát még mindig nem. Na, hát most voltunk a legközelebb, de igazán közel nem voltunk sajnos. Hát nem érte volna meg benyomni. Pedig most még dobott is elixírt. De most is csak azért jutottam eddig, mert dobott elixírt, eddig soha nem dobott. Fasza vagy. Ó, menj már anyádba, bazd meg!
antidote. Nem csinálja azt, amit kéne, ne félj. Most csak csóválja a farkát. Lejük a picsába, bazán. Most nem jó. Na, most csak köpködjél. Főleg ha bele így a izébe. A diszkóban a diszkó. De mit keres már az is itt már ide futkározik újabban? A kis majom száj. Hello, csókolom. Kapadaráram, pam pam. De nem szereti, hogy azzal a szarral megütöm. Nagyon nem szereti. Pam 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 pam. Megpróbáljuk a pucér ninja visszatér. Unaszín. Na gyere! Megint átment tízei követ rakéta támadásba. Mi van? Én hiába nyomom a dodge gombot, kezdi megint.
Nincs healingem. Nézd meg, hogy átment követő üzemmódba ezekkel a szarokkal. Neki, gyere! Hát ő jött. Mondtam neki, gyere! Hát ő jött is vele. Uha. Nézd, ezt nem tudom kidobni, ez mindegy, hogy pucér nincsen, vagy milyen nincsen, ezt egyszerűen ezt a hármas kombót. Bazd meg, hát hogy dodzsoljam ki? Ez már most már kezd unalmassá válni. Melléjük, nézd meg! Na jó! Nyomtam a dodge gombot. Tök mindegy. Tök mindegy. Tök mindegy, hogy nyomom a dodge gombot, vagy nem nyomom. Sem mindegy. Tehát a játék önálló életet él, gyerekek. Ezt elmerem mondani, hogy a játék önálló életet él. Ezt nem gondolod, hogy te fogod eldönteni, mint játékos, hogy mikor dodzsolsz. Azt te csak hiszed. Nézd, na, akkor is addig, még megzavar a dolog. Belefekszel abba a szarba, mi? Ha
Ah, nézd meg, harmadszor is. Három bukétszer kidodzsoltam, simán, visszajött harmadszor, amikor elfogyott a staminám. Jaj Istenem, te játék, te. Te. Istenem. Hogy lehet egy játék ennyire a szivatásra leprogramozva? Én nem értem. Engem nem izgat annyira, mert majd meg lesz. Hopp, azt hittem a izét baszod le. A kurva a páros. Ennek milyen kapott el, de komolyan, tehát meg se fordul, és már beadja a sebzést neki. Meg se fordul, és már beadja a sebzést. Köze nem volt ahhoz, hogy elérjen. Már még az elsőnél se. Köze nem volt ahhoz, hogy elérjen. Köze nem volt. Kurva anyádat ezzel a szarral. Ezt kell már az előbb is beadni. Direkt vártam az meg, hogy elkedje a támad, és akkor is elkap. Mikor egyszer-kétszer sikerül egy-egy jó támadását kidodzsolni, akkor beadja azt, hogy... I don't know. Ez már most viszont boss tartó. Szociális! Üdvözlődjél! Leszorított, nézd meg! Elbassza az összes izomat, feelingemet, már csak kettő van. Remek. Addig fogod csinálni, hogy megzavarodok? Nézd meg! Tehát... semmi értelme nincs távol lenni tőle. Az sem igazán működik. Hát akkor addig baszkódik vagy a törjeivel, vagy azzal a tám, és ilyenkor ezzel azt a legkönnyebb, azt a gilisztás támadását ellen támadni, úgy azt nem csinálja. Ja.
Oh. Nyugi. Mit csinálsz? Tudtam. Szépen beszorítom mindig, hogy rohadjál meg. Akkor menjünk közel. Játsszunk így. Hát akkor meg így játszunk. Se távolról nem jó, se közelről nem jó. Hát gyakorlatilag lófasz nem sebzett rajta. Hát a többi bosszon legalább láttam a sebzést. Ezen meg... A gyárekek. Olyan retek. Na jó. Ó-ó-ó. Elbasztam. Mire bevette az antidót, vagy az antidótot? A healinges szart addig. Oda is baszott. Tehát gyorsabban felépüled a sebzésből, meg még fordít egyet a farkával, mint ahogy ennek a healinges animációja meg van csinálva. Azért ez is sokat elmond a játékról. Ez is sokat elmond a játékról, gyerekek. Egy több tonnás dög. Nézd meg, te dodge közben is elkap. És láttam az animációt, hogy dodge-ol a karakter. Akkor is elkap. Ja, akkor a hosszú farka van, hogy... I don't know. Stamina! A fasz a Mad Max.
nézd meg. De milyenkor megnyúlik egy 6 méteresre. Semmi, látod? Sokszor még el is megy. Látod? Már láttam, hogy nem fogom tudni megcsinálni. Tehát háromszor, négyszer sikerült a swinges támadását kidodzsolni, utána, ha megzavarodtam, se láttátok? Tehát teljesen mindegy volt, hogy dodzsolok, mind dodzsolok. Ugyanúgy dodzsoltam, mint ahogy eddig. Eddig sikerült, utána nem. És meg ne kérdezzétek, hogy mitől. Passzom, ez meg 68 volt a támadás. A passzom. Ez most hogy talált el? Látod? Elment mellettem ember, és beadta neki a sebzést, beszarás. De nekem a kardommal 2 méterről nem érem el. Ő meg, ha mellém is csinálja ezt a támadást, akkor is beadja neki, mert az buli. Tehát hagyd szopassuk a játékost ilyen sebzés területtel, tehát én nem is értem. És nézd meg, hogy már egy fél másodperccel benyomtam a dodge-ot, és a csóri karakter még mindig ütni akar. Tehát én nem értem, hogy kétszer nyomom az ütésgombot, tehát többször megfigyeltem, kétszer nyomom az ütésgombot, és ő 3-szor üt. De ha egyszer nyomom, akkor csak 1-szer üt. És az kevés. Jaj, ez az irányítás nekem. Benyelt egy párat is. Fight me. Kis köcsög. Fight me. Hogy megfordult. Sem be akar szorítani. Nézd meg, mennyire rám jön. Sok jellem is már csak ugyan.
stamina, de lassan töltődik. Atya Isten. Az fordult már utánam? Persze, antidotot adjál. Lófaszt nem sebzek rajta. És nincs, ja, hogy nincs több élet, a életel is jön. Az remek. Na, én mondom, az remek. Nincs stamina! Nézd meg! Szép volt! Ennyi esélyem van, te... Lófaszt nem sebzek rá, te gyerekek. Lófaszt. Lófaszt nyáresti fénnyel. Tehát az a baj, hogy esélytelen. Tehát annyira, annyira kevés a sebzésünk, hogy az valami eszméletlen. Én egy-két támadását túl is élem, nem tudok rajta normális damage-et csinálni. Nézd meg ezt a támadást. Semmi. Tudtam, hogy megbaszol. Rohadj meg ez. Ez a kurva geci stamina, bazd meg. Ez a hármas kombó szokott megjelenni. Köszönöm, hogy ez a fésze elmúljon. Mint ha valami értelme is lenne, mert... Ez
az életéből lófasz megvettem be. Ennyi. Tehát ennyit ér a körbe-körbe karikába. Ennyit. Lófaszt, semmit. Tehát addig jön utána, amíg nem zavarlak, és nem jön ki abból a fekete genyóból. Hát hogy egy bukfenc és fele stamina. Hát azért ez hihetetlen. Neki meg van egy rakattal, ha le is verem. Szép volt. Ezt elrontottam mindent, amit lehetett. Tehát nem én, a karakter. Tehát három ütésből kettő talált egy mellé. Tehát hogy lehet mellé jutni? Mondjátok már meg nekem, hogy lehet mellé jutni. Mikor rá van a lokkálítva, akkor a dög mellé, hogy lehet mellé jutni? De most úgy komolyan. Ezt valaki magyarázza el. Legyen oly nedves. Látod az életéből mennyit vittem le? Megkezd a hőkövető spuccai. Hát jó van. Nagyon ügyes fiú vagy. Nézem, háromszor. Ez életéből is lófasz meg. Az én sztaminámból annál több. Van négy elixir. Staminám az viszont nincs. Elixírem az, staminám az nincs. Nagyon el akart találni. És nézd meg! Nézd meg! Atya világ! Láttátok? Menet közben váltott irányt. Tehát elindult balra, elkezdtem jobbra dodzsolni, és menet közben balról visszatért jobbra. Az a szép. A nyomkövetős anyádat azt. Hát akkor mit csinálják? Tehát valami nem követő van rajta.